Szívhang meghallgatásához köti egy új rendelet az abortusz elvégzését. A várandós nőknek a jövőben be kell mutatniuk egy olyan szülésznőgyógyász által kiállított leletet is, amely rögzíti, hogy az egészségügyi szolgáltató a magzati életfunkciók működésére utaló tényezőt egyértelműen azonosítható módon bemutatta. Dúró Dórát kérdezi Németi Noémi a témába. Köszönöm szépen, Dúró Dóra, Mi hazánk elnök helyettese a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Győzelemként értékelték a döntést a közösségi oldalon. Miért? 1956 óta nem volt Magyarországon arra példa, hogy akár az abortusz szabályozásában, akár csak a szemléletformásban egy életpárti előrelépés történjen, és ez a szívhangrendelet most egyértelműen az volt. Az erről szóló közgondolkodást még mindig a kommunista rendszernek az emberképe hatja át Magyarországon, és ezen szeretnénk változtatni. Amikor már 6 évvel ezelőtt először benyújtottam lényegében ugyanezt a szabályozást, akkor is arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy ha Magyarország ténylegesen egy keresztény országként határozza meg magát, akkor nem tartható az az abortusz szabályozás, ami hatályos hazánkban, és ezért rendkívül nagy örömet szerzett az életvédő szervezeteknek, és úgy gondolom, hogy a józan gondolkodású magyar embereknek az a rendelet, amely tegnap, illetve most már tegnap előtt este jelent meg a magyar közlönyben. Ez egy egyértelmű előrelépés lesz a tekintetben, hogy megváltoznak azok a tévhitek, amelyek az abortuszt ma is Magyarországon övezik. Például az nagyon kevesen vannak azzal tisztában, hogy milyen káros a nők egészségére az abortusz elvégzése. Tehát itt nem arról van szó, hogy bármiféle következmény nélkül ezen a beavatkozáson át tudnak esni, hanem ennek nagyon súlyos lelki terhei vannak, amelyek aztán betegségekben is megnyilvánulnak, illetve fizikai következményei is vannak. Például az abortusz 193%-kal növeli a mellrák kialakulásának az esélyét, míg a szülés ugye csökkenti azt. Azért is fontos ez a rendelet, hogy tudatosítsuk, tájékoztassuk a nőket arról, hogy valójában mi történik, és hoztam egy ilyen nagyjából 10 hetes magzatgyermeknek megfelelő kis bábút, amivel szeretném érzékeltetni azt, hogy amikor az abortusz elvégzésére sor kerül, egy ilyen emberről beszélünk, akinek van keze, lába, tudja szopni az ujját, és ugye dobog a szíve, ami leginkább kifejezi azt, hogy egy élő lényről van szó. Sőt, hát ennél talán egy fejlettebb emberről, hiszen ugye ez fontos elmondani, hogy a szabályozás nem változott, a 12. hétig lehet továbbra is Magyarországon elvégezni az abortusz. Így van, ezért sem beszélhetünk semmiféle szigorításról, mert azok az esetek, amelyekben el lehet végezni az abortuszt, azok megmaradtak, sőt maga a törvény sem változott, csupán egy melléklet. Tehát, és hozzáteszem, hogy az abortusz szabályozás Magyarországon még így is Európa egyik legliberálisabb szabályozása. Nagyon fontos lenne ugyanakkor, hogyha tényleg keresztény alapokra helyezzük hazánkat, és megpróbáljuk a gyakorlatban is érvényesíteni azt a mondatot, ami az alaptörvényben szerepel, hogy minden életet, minden gyermeket a fogantatás pillanatától kezdve védelem illet meg, akkor adjunk nekik esélyt, legalább pár másodperc esélyt, hogy életükben egyszer kommunikálni tudjanak a saját édesanyjukkal. Erről szól ez a javaslat, erről szól csupán ez a rendelet. Abban egyetérthetünk, hogy rendkívül érzékeny kérdésről van szó, és mint ilyen nagy társadalmi vitát is vált ki, említette a lelki terheket. A kritika, ami ezzel a módosítással kapcsolatban megfogalmazódott, az az, hogy egy plusz lelki terhet jelent a leendő édesanyának, hogyha abortusz előtt el, és mégis meg kell hallgatnia a gyermeke szívhangját. Mit gondol ezekről a kritikákról? Úgy gondolom, hogy eleve az abortusz mindenképpen egy lelki teher egy nőnek, és ezzel kapcsolatban úgy gondolom, hogy megértőnek kell lennünk. Ugyanakkor most sincsen szabadsága valójában az édesanyáknak, amikor az abortusz mellett döntenek. Különböző szervezetek készítenek arról felmérést, hogy hány százalékban valósul meg az, hogy az édesanyára valaki a környezetéből nyomást helyez. Nagyon sokszor a saját párja, a családja, vagy a munkáltatója adott esetben helyez rá nyomást, hogy vetesse el a saját gyermekét, de ha neki valódi szabadsága lenne, ő a gyermeke élete mellett döntene. Másrésztről az a logika, hogy válsághelyzetben ő dönthet arról, hogy nem vállalja mégsem a gyermekét, ilyenkor mindig arra próbálom kérni az embereket, hogy gondoljanak bele, hogyha ugyanebben a válsághelyzetben mondjuk egy 1 éves gyermekkel kerül,
akkor ugye fel sem merül senkiben, hogy az egyéves gyermeknek az életét kioltja az édesanyja, azért, mert úgy érzi, hogy nem tudja felnevelni. És ekkor teljesen világossá válik, hogy ez vegy tisztán egy szemléletbeli kérdés. Ha mi úgy tekintünk egy magzat gyermekre, mint egy élettelen tárgyra, akinek elvehetjük az életét, akkor megengedett ez az abortusz. De mivel a magyar társadalom az egyéves gyermekekre egyébként helyesen úgy tekint, hogy akinek nem lehet elvenni az életét, bármilyen válsághelyzetbe is kerül az édesanyja, picit szeretném, ha belegondolnánk abba, hogy a 10 hetes gyermeknek miért vehetjük el az életét. És akkor itt vannak a politikai kritikák is, a Momentum sem válogatott a jelzők között, a Demokratikus Koalíció Gyurcsány Ferenc pártja sem támogatja. Ők azt mondják, hogy a módosítás azt a célt szolgálja, hogy az abortuszra váró nők kicsusszanak a határidőből. Mit szól ehhez? Ez is látszik, hogy nem is értik ennek a jogszabálynak a következményeit. Itt nem egy új papír beszerzéséről van szó az én értelmezésem szerint, hanem az eddig is kellett egy orvosi igazolás az abortusz előtt arról, hogy az adott nő várandós, természetesen. Ez egészül ki egy új mondattal lényegében, tehát nem történik semmiféle húzavona vagy eljárási nehezítés. Sajnos, hogy a Momentum is és a Demokratikus Koalíció is nem tud a téma érzékenységének és komolyságának megfelelő hangnemben megnyilvánulni, úgy gondolom. Kizárólag a politikai haszonszerzés a céljuk, és azok az érvek, amelyeket a Momentum a bejegyzésében felsorakoztatott, hogy milyen egyéb intézkedésekre lenne szükség, a négyből négy hazugság. Tehát nem igaz, hogy például a nagyobb családtámogatások azok több gyermek megszületését eredményeznék, hiszen akár Magyarország viszonylatában, akár az Európai Unió viszonylatában, de egész világ viszonylatban is nem lehet egyenlőségjelet tenni a gazdag országok és a termékenység közé. Nem ott születik a legtöbb gyermek, ahol a legmagasabb az életszínvonal. Ugyanakkor az fontos hangsúlyozni, hogy ezzel a szívhang rendelettel is azt üzenjük a nőknek, hogy van más lehetőség. És vannak olyan közösségek, és az állam is működtet ilyen intézményeket, ahová tudnak fordulni. A tegnapi napon is beszélgettem egy abortusz túlélővel, akinek az édesanyjára szintén nyomást helyeztek, hogy oltsa ki az ő életét, de szerencsére volt olyan keresztény közösség, amely segítő kezet nyújtott neki. Tehát én azt kérném a nőktől, hogy ne engedjenek annak a nyomásnak, hogyha ők meg szeretnék tartani a gyermeküket, akkor keressék ezeket a közösségeket, keressék a segítséget, és akkor meg fogják találni, meg tudják találni azt az utat, ami a gyermekük megszületéséhez és felneveléséhez vezet. Duró Dórának köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.